Tehát a sósabb szökőkút kísérletnek az a lényege, hogy a sósabb gáz, amit majd belengedünk ebbe a lombikba, nagyon jól adódik vízben, pár csepp vizet beletéve, egy vákum keletkezik, és a vákum be fogja szívni ide a indikátorral megfestett vizet, amely most egy gyengélógos semleges kémutású csak víz és a sósabb gáz hatására váropapíros színnel egy szökőkút formájában látunk egy szép jelenséget. Először állítsuk elő a hidrogénklorid gázt. A hidrogénklorid gázt ugye úgy állítjuk elő, hogy nátriumkloridra tömény kénsavat csepegtetünk, és hidrogénkloridnak kell belőle fejlődni, és megtölteném vele akkor ezt a lambikot. Közben az átvívást is beindítom, hogy ne én szívjam be a sósabb gázt, amit fejlődik. Na látjátok, már bezseg. Tehát várható, hogy hidrogénklorid gázon fejlődik, hogy vajon tele van-e már hidrogénklorid gázzal, azt esetleg meg tudom nézni úgy, hogy egy kis vízbe mártott indikátor papírnak, itt, hogyha már jön ki a hidrogénklorid gáz, meg kéne pirosodni a haj. Egyelőre még nincsen hidrogénklorid gázunk. Várunk egy kicsit, sőt, tudjuk gyorsítani a reakciót kis fő ráhatással. Nem a legszabályosabb melegítési forma, de elfogadott kémikus étnál. Ezt egész sokáig lehet melegíteni, mert a kénsavnak a forráspontja nagyon magas. Bőven a víz forráspontja fölött van, sőt. És ahogy melegítem, látod, egy kicsit intenzívebben is hallottam már. Várom, hogy fejlődjön a sósabb gáz és teljen a lombikunk vele. Ellenőrzöm időnként. Hopp, piros. Sósabb gázzal szinte telt a lombikunk. Vagy tudja kiszívni arra felé a tűnket. Tehát itt kaptam egy hidrogénklorid gázzal telt száraz lombikot, amiben víz nincs. Teszek bele egy kis vizet. Most már van egy olyan 4 cm vízünk, ezt most pillanatban beteszem. Ha szerencsém van, akkor a sósabb gáz ebben a vízben szinte teljes mértékben fel kell, hogy oldódjon, és egy nagy vákumnak kell lenni. Amely vákumot úgy szüntetünk meg, hogy a víz alá tesszük, lombikot, és ilyenkor egy szökőkút-szerű jelenséget kell megfigyelni. Szökik is a kutunk elég rendesen, és látjuk, hogy piros lett az oldal. Láttuk, hogy a vákum az gyönyörűen beszívta a vizet, és milyen szint kaptunk? Egy pirosos indikátor szint, mert a sósabb gáz oldva a vízben savas kémhatású sósavat adott, pontosan hidrogénklorid gáz a vízben oldva savas kémhatású sósavat adott, és ez az univerzál indikátor ugye pirosos színnel mutatja a savas kémhatást. Azt is láttuk, hogy víz bevándorolt, a vákum beszívta. Miért keletkezett vákum? Mert a hidrogénklorid gáz aránylag jól oldódott a vízben, és akkor persze a légtérben kevesebb maradt, és így